Üdvözlöm kedves barátaim! Általában vloggerek azt mondják, készítsétek valami finomat, üljetek kényelmesen és nézzétek jó videót. Én ezt mondanék nektek most, hogy készítsétek elő tollakat, ceruzákat, papírt, üljetek és legyitek nagyon figyelmesek, mert csak akkor érdekes és élvezetes lesz az a tudás, amelyiket szeretnék veletek megosztani mai napon. És mai téma az anyagi energia, erről fogunk veletek beszélni, ami nagyon különleges. Ötelem, ami durva fizikai ötelem, akkor kezdjünk a finommal, a kam, vagy úgy hívják, hogy éter. Az éterbe hang terjed, és éterbe vannak a hullámok, és éterből jön ki a levegő. A levegőbe megy a hang, és a tapintás képesség jön létre. A levegőből nyilvánul meg a tűz. Tűzbe van a hang, a tapintás, és levegőt nem lehet látni, de tűz már felelős a látásért, a formáért is lehet látni. A tűzből jön a víz. Víz, ez az íz. Víz adja az ízet, azért is tudjuk, mivel nedves a nyelvünk, tudunk ízlelni az ételt. És végül a vízből nyilvánul meg a földelem, ami keménységet, stabilitását alkotja. Például a szervezetünkbe, a testbe, a csont és az izom, arra épül fel az egész szervezetünk, mert kell valami stabilitás. Ebből öt elemből áll a világ, és most mondom tovább a működését. Egy kis szanszkrit. Parászásak tirvi vidásról teszve a báviki gyánába lakriecsá. Ez az energia az különlegesen működik. Például Svabáviki önállóan működik, ezért úgy tűnik, hogy magától létrejött egy primitív semmiből, ment az idő, és akkor fejlődött, és létrejött az élet. Így tűnik, ezért Svabáviki önállóan tud működni, vagy Bina Prakriti, elkülönült energia. És Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, hogy ez az ő energiája hozzátartozik, de ugyanúgy, mint mondjuk a tehénnek a teje, az a tehénnek a Bina Prakriti, elkülönült energiája, de forrása energiának ez a tehén. Így működik. És ugyanakkor ahhoz, hogy ez működjön és legyenek ezek a változások és hatások az ember életére, ezzel kapcsolatban most mondom, mi fog történni. Na, ahhoz, hogy működjön ez a anyagi energia, ahhoz fontos még valami. A három kötőerő és az időre, ami fog működtetni és változásokat létrehozzon. Egy pár szóban mondom nektek, mi a kötőerők. Van három kötőerő és van idő. Három kötőerő. Sattva, Rajas, Tamas. Ezeknek a kötőröknek köszönhetően a öt elem kölcsönös hatásába kerül, és kötőerők létrehoznak, képzeljétek el, ezt a végtelenséget, végtelen változatosságot, színeket és mindent, amit látjunk. Végtelen állatot, jóságos állatot, agresszív állatot, sötét állatot, tiszta állatot, koszos állatot, embereknek a tudat. Minden kötőerő és idő. Ennek köszönhetően működik ez az anyagi energia és anyagi világ, és ez a Daivi Prakriti, ez az isteni energia, ezért mindenre van hatása. A három kötőerő minden átható, és mindenre van hatása. Például jóság, a jóság mindent tisztít és felvilágosít. A szenvedély általában izgatottat teszi az emberi tudatot, gúzsba tud kötni, labirintus, tévedésbe vezeti az ember. Ugyanakkor a tudatlanság az a sötétség. Fő dominálás sokszor a tudatlanság, ezért a védikus írások azt mondják, hogy ez az anyagi világ, ez a sötétség világa. Na most elmondom nektek, hogyan kapcsolódik a lélek, mert múltkor mi lélekről beszéltünk, most egy kicsit röviden tanulmányoztunk az anyagi energiát, a prakritit, de meg kell tanuljunk, hogyan működik ez az egész, milyen törvények alapján
a viszonyok a lélek és a anyagi világ. Ahogy látjátok, ott a végtelen színet lehet csinálni, és ez a végtelen színváltozatosságot mitől lehet? 3 RGB. Piros, green, zöld, blue. Ugyanúgy ez a 3 kötörő a világban keverése, ügyesen csinálja sokszorosságot, végtelen változatosságot, és amikor a lélek kapcsolatba kerül az anyagi energiával, akkor az történik, hogy beszennyezítik a tudata. Mert az anyagi energiának van olyan erős hatása, mint például alkohol. Ember, mikor iszik az alkoholt, akkor a tudat megzavarodik. És létrejön hamis ego. Ezáltal ezek a 3 kötőerők hatalmába vesznek az embert, és ők kezdenek irányítani. Ember, aki tudatlanságba él, tudatlanság kötőerő dominál rajta, akkor az történik vele, hogy szenvedni fog betegségek. Igazából önpusztító életet él, nagyon erős olyan függőségei, ami nagyon gyors betegségeket és halált tudnak okozni. A tudat zárkodik, szűkül, ember traumákat tapasztal, nem tud másokkal kommunikálni, nem tud kinyílni, nem tud egyet érteni másokkal, szóval degradál és állati tudatba fog kerülni. A szenvedélybe ember szétszórt. Ő nagyon erős vágyai vannak, nagyon akarja élvezni az életet. Igazából annyira erősen hajtja magát, hogy előbb-utóbb ő is tudatlanság alá fog kerülni, és elkezd szükön zárulni a tudat. És van jóság. A jóság pedig az a kötőerő, amiről fontos külön egy pár mondatot mondani. Biztos láttatok már sok-sokféle lepkéket, vagy végtelenség embereknek az arcok, az mind kötőerők. Vannak emberek szépek, kevésbé szépek, csodálatosak, negatívak, pozitívak, az mind kötőerő. És mi történik ezzel kapcsolatban? Ez karma törvény. És most beszélünk egy kicsit a karmáról. Amikor a lélek hatás alá kerül teljesen az anyagi energiának a 3 kötőerő hatalmában, akkor létrejön törvény, vagy kontrollálni kezd az egészet, és az okozatnak a törvénye. Teljes mértékben gúzsba fog kötni a karmával a lelket. Bhagavad Gita-ban úgy mondják, hogy karma bandana, karma bilincsei, karma gúzs. És ezért lehet látni, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy minél lejjebb lesz a tudat, minél alacsonyabb kötőerők megfogják embernek a tudatot, tudat záródik, degradál addig, ameddig állati testben nem fog születni. És akkor utána ez a kötőerő és anyagi energia a karma és az időtörvény segítségével kontrollálja a lelket ebben a világban, az idő pedig meghatározza, hogy bizonyos karma mennyi ideig fog tartani. Például a szegénység, vagy a gazdagság, milyen ideig lesz a szegény, gazdag, beteg, hogyha állati testbe kerülsz, akkor mennyi ideig kell tölteni állati testben. Amikor már állati testben van a lélek, akkor ott már nincsen ennyi szabad akarata, nincsen szabadsága, és nagyon sok utat kell megjárni ahhoz, hogy újra emberi testbe szülessen. Ugyanakkor, amikor már ez történik, akkor teljes kontroll alatt van a lélek, de mit lehetne vele csinálni, lenne valamilyen megoldás, mit tehetek, ezt mindjárt el is mesélek, van megoldás.
kell kezdeni az élet megoldását, hogy tanulmányozni először, mi a jóság kötőerő, mi történik. Gyakorlatilag, hogyha valaki elkezd tanulmányozni és elkezd gyakorolni, a jóság felvilágosodást ad. Embernek a tudatja tágul, tisztul és fejlődik. A tudatlanságnak nagyon erős a takarója. A függöny, az illúzió függöny, és ember nem tudja átlátni az igazságot, a valóságot, a reális helyzetet az életéről. A szenvedélynek ugyanúgy, de a jóságnak a függönye, illúzió függönye nagyon vékony és átlátszó. Ezért, hogyha valaki kezd gyakorolni életet a jóság kötőerőbe, akkor az a kis átlátszó kis függőn keresztül elkezd látni a valós világot, a realitását, hogy működik a világ, hogy működik az életünk. Amikor már jóságban, inkább azt mondjuk, amikor ember jóság hatás alatt van, akkor a negatív körülmények nem fognak hatás alá, embernek nem lesz negatív, fájdalmas érzelmek, hanem ember pozitív lesz mindig, nem fog szenvedni. A jóságnak egyik tulajdonsága, hogy tudás és boldogság. Szóval kezdjük a jóságon. Remélem, hogy sikerült segíteni nektek most kicsit különállni, kilépni a világból, és így megtekinteni kívülről ezt a világot ezzel a videóval. Ezért maradjátok velünk, következő videókat nézzétek figyelmesen, minden videót próbáljátok mindig megegyezni, mert az utolsó videóban a puzzle, az egész kép, amit szeretnék nektek átadni, az össze fog állni. És természetesen ez a fő téma, ez Bhagavad Gita-nak a fő témája, ami alapján megyünk, és ami teljes képet fog adni nektek az életről, tudni fogtok, mit kell csinálni, és hogy kell sikeres, és boldog, és elégedett életet folytatni.